tulajdonképpen a feltámadás ünnepének az alapja. Úgyhogy keressétek meg Mózes második könyve 12. részét, akinek van Bibliája, és olvassuk előtt a szakaszt. Tehát így van, Isten igéje, Mózes második könyve 12. részének az elsőt kezdem az ige olvasását, és a 17. verset fogom befejezni, így hangzik. Szólt pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén mondván: ez a hónap legyen nektek a hónapok elseje, első legyen ez nektek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván: e hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt, hogyha a házbék kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint, kit-kit ételéhez képes számítsatok a bárányhoz. A bárány jép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estenden. És vegyenek a vérből azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára, a húst pedig egyék meg azon éjjel tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét és lábszáraival és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle, reggelre tűzzel égettessék meg. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitok felövezve, sajtok lábaitokon, pálcaitok kezetekben, nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úrnak páskája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a faraónig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti esztek, illetve amelyekben ti lesztek, és meglátom a fért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjén. És legyen ez a nap nektek emlékeztetőül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségéről, az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovásztost eszik az első naptól fogva a hetedik napon, az olyan lélek írtassék Izraelből. Az első napon pedig szent gyülekezésetek legyen, és a hetedik napon is szent gyűlésetek legyen, azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak a mi eledeletekre való minden embernek azt lehet elkészítenetek. Megtartsátok a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hozom ki a ti seregeiteket Egyiptom földjétől. Tartsátok meg hát a napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint. Urunk, köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy a te ígéd át ível kijelentésében, súlyában és jelentőségében az évezredeken, és hatalmas kijelentéssé formálódik, új kijelentéssé, egész emberiséget érintő kijelentésé, amikor a mi Urunk, a Királyok Királya érettünk, felment a keresztre. Köszönjük, Urunk, hogy nem maradt a sírban, hogy ezen napon ünnepelhetjük a feltámadást, és hogy vele együtt mi is életet nyertünk. Kérünk, áld meg a te ígédet, a kijelentésedet, hogy szóljon hozzánk, építsen, erősítsen, és tegyen szilárdá és félelem nélkülivé bennünket abban, hogy te igazi, valóságos szabadítással szabadítottál meg,
hogy hozzá tartozunk a te királyságodhoz, és a te királyságodban nincsen és nem lehet a gonosznak semmiféle hatalma. Legyen tiéd a dicsőség, Urunk, mindenért, mennyen és földön. Amen. Amen. Elgondolkodtam azon, amikor újra és újra elolvastam, ugye ebben az esztendőben is, legutóbb a hét elején készül egy ilyen speciális széder alkalomra egy református gyülekezetben, ami szerdán volt, hogy milyen döntő változások és feszült légkör jellemezhette azt az első pászka vacsorát ott Egyiptomban. A mai napig a keleti kultúrákban néhány éve, talán két vagy három éve mi is tapasztaltuk ezt Lonnival ilyen alacsony asztalkáknál, vagy éppen földre terített terítő mellett érkeznek. Magam részéről szerintem a legkényelmetlenebb, amit lehet gondolni, de lehet, hogy a keleti emberek abban az időben nem voltak ilyen jó húsban, mint én. És ez a fél könnyékre ereszkedett étkezés, ez olyan nagyszerű dolog volt. És most ugye a zsidó emberek számára, akik ehhez szoktak hozzá, ott Egyiptomban, meg még a sátorban vándorló édelt mondjuk idején is, hát ilyen módon étkeztek, és akkor kapnak egy ilyen rendeletet, hogy most pedig állva, gyorsan, nem kényelmesen, nem egyfajta ilyen nagyon-nagyon laza ritmusban, hanem sietséggel és különleges készültségben fogyasszátok el az eledelt, amiről Isten ígérik, rendelkezik. Ugyanis ezen a drámai estén így szólt Isten rendelkezése: öltözzetek fel az útra, legyetek készen, legyen rajtatok a derékkő, legyen a kezetekben a pálca, legyen a lábatokon a saru. Tehát egy ilyen teljes készültség, vagy minden pillanatban indulhassatok, így fogyasszátok el ezt a vacsorát. Elgondolkodtam azon is, hogy amikor ezt a tűzön sütött bárányt fogyasztották, akkor a tekintetek újra és újra odatévedtek a ajtófelekre, amelyet meg kellett kenniük vérrel és a szemöldökre, és egyfajta ilyen belső remegés, hogy az öldöklő angyal, amiről a kijelentés szól, vajon tovább megye, nem áll meg, nem áll én meg ennél a háznál. Jól tettünk mindent, pontos volt az Isten kijelentésének, igéjének a megvalósítása, követése ebben a nagyon sajátságos gyakorlatban. Aztán eljött az éjfél, a sírás és a jajgatás verte fel az éjszakát egész Egyiptom földjén, és csodálkozva, remegve, félve néztek a zsidó emberek egymásra, hogy nálunk nincs pusztulás. Életben maradtunk, megtartottunk. Nem pusztult el egyetlen egy újszülött, illetve elsőszülött gyermek sem, nem pusztult el egyetlen egy állat sem a háznál, nincsen semmilyen pusztulás, félelem, halál az otthonainkban. Apák és anyák örömmel ölelték át talán elsőszülött gyermeküket, vagy talán az egyetlen egy szülött gyermeküket, megmaradt. Milyen döbbenetes. Kegyelem és ítélet egy azon időben. Kegyelem azoknak a számára, akik Isten kijelentését hűségesen követik, ítélet azoknak, akik az Isten kijelentését megvetették, elvetették, és megkeményedett szívvel elutasították. És talán ott van ebben az egészben egy olyan gondolat is a zsidóknak a gondolkodásában: mi lett volna, ha nem engedelmeskedünk? Mi lett volna,
Ha úgy gondoljuk, hogy annyira nem súlyosak ezek a rituális dolgok, hogy ezt melyikig csináljuk. Elég az egyik ajtófélet megkenni, elég a szemöldök fácsak. Nem volt elég. Máté 24, 36, 44-ig hat olvassam el az igéket. Máté 24. fejezete, 44. illetve 36. versétől. Így hangzik. Arról a napról és óráról pedig senki nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyet. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak, házasoknak férhez mennek, mind a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és nem vettek észre semmit, míg eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta. Azonképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöv el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának mely szakában jöv el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Azért olvastam fel ezeket az igéket, az Úr Jézus Krisztus jelentett ki, hogy a régmúlt eseményeket összekapcsolja a jelennel, illetve azzal a számunkra meg nem határozható jövővel, amelyet mondhatunk úgy is, hogy nagyon közel van, mondhatjuk úgy is, hogy nem tudjuk pontosan, hiszen Isten előtt annyi ezer esztendő, mint egy nap. De minden esetre összekapcsolja ez a történet, ez a kijelentés a Noé történetét napjainkkal, vagy a közeli jövővel. Ugyanis Noé története az egy megmenekülésnek a történetét tudatja velünk, és egy ítéletnek a történetét mondja el számunkra. Itt is ítélet és kegyelem jelenik meg egy olyan időben. Készítsd el a bárkát, így hangzik az ige Noé számára, és kegyelmet találsz, és életet találsz családoddal együtt. És amilyen módon hangzik Noé fele a kijelentés, és családja fele, ugyanúgy hangzik ennek a kijelentésnek az ellentetje, a másik oldala azok fele, akik nincsenek együttműködési készségben Noé bárkaépítésével. Legyetek készen ti is, szól az Úr Jézus kora hallgatóinak, és minden nemzedéknek a történelem századain át, minden mai napig, amelyben élünk, legyetek készen ti is, és kegyelmet találtok. Újabb történet. Lukás 24, 13, 32-t hadd olvassam fel. Így hangzik. Íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamannyira volt, melynek a neve Emmaus, beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt ment az úton, de az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felett pedig az egyik, akinek a neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy jövővény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémi dolgok lettek abban e napokon? És mondta nekik, micsoda dolgok? Azok pedig mondták nekik,
amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki próféta volt cselekedben és beszédében hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt, és mi módon adták őt a főpapok, ami főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amit az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó bolgatagok és resszívőek mindazok elhívésére, amiket a proféták szóltak. Ahogy nem ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől és minden prófétától fogva magyarázott nekik minden írást, ami ő felőle megiratott. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteredett, és a nap már lehanyatott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leültek, illetve leült velük, vette a kenyeret, megáldotta, és megszegte, és nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt a szemük elől. És mondták egymásnak, ahogy nem kell érzetté a mi szívünk, mikor velünk szólt az úton, mikor magyarázta nekünk az írásokat. Volt reménységük ezeknek az embereknek, Kleofásnak és társának, de szerte fosztott. Noha a názáreti Jézusról azt mondják, hogy proféta volt cselekedetben, beszédében, hatalmas, Isten előtt és az egész nép előtt, de most halott, megfeszítették, nincsen vele kapcsolat. Nem csak az emmausiak, Jézus anyja és a 11 tanítvány és a többi általuk nem ismert Jézus követő is hiával voltak a kegyelem és a szabadulás megtapasztalásának. Nézzük csak vissza az előbb felolvasottakra. Noé hitt Istennek, engedelmeskedett Istennek és megmenekült. Izrael Egyiptomban hitt Istennek, engedelmeskedett és megmenekült. Ennek alapján az az értelmes következtetés Jézus feltámadásakor is, és mind máig, ha hiszünk és engedelmeskedünk, akkor üdvösséget nyerünk. De mi legyen a hitnek a tartalma? Csak az evangéliumok és a hozzátartozó írások, levelek, jelentések? Jézus Mózestől a Tórától, tehát a Mózes 5 könyvétől, és a prófétáktól, és minden írásoktól fogva magyarázta az igét, és annak őre jár mutató célját. Ezért mondja Pál apostol Timóteusnak a nekiírott levél, második levélben, a teljes írás Istentől ihletett. Tehát amikor Jézus megmentő kegyelméről, feltámadásáról, és szabadításáról beszélünk, vegyétek ezt komolyan, nem elég az új szövetségi kijelentésre gondolnunk, a teljes írásra. Isten teljes beszédére kell gondolnunk, mert azt mondja az ige, mind ezek ő élete és őre jár nézve irattattak meg a mi számunkra. Az írások Isten beszéde vezet el bennünket Jézushoz. Az írások kijelentése vezetnek el bennünket Jézus áldozatához. A halált legyőző feltámadáshoz. Nem sokkal megfeszítése előtt ezt mondja Tamásnak, aki az utat tudakolta tőle, hogy mutasd meg nekünk az utat, és az elég lesz nekünk. És Jézus azt válaszolja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam.
Tehát az út Jézus Krisztus maga, amerre elment, és ahogyan elment a halálon át, egészen a feltámadásnak az új életéig. Ez az út. Nagyon nehéz sokszor megértenünk. Pál apostolnak a római levélében, a 6. fejezetében olvasunk erről. A megtérés, mint halálba szállás, halálba alászállás. A bemerítés, mint Jézus halálába való alászállás, és a feljövetel az új életre való feltámadásnak a kijelentését hordozza magában. Mielőtt Jézus eljött, ez a sorrend, ahogy már elmondottam az imént, hit, cselekedet és megmenekülés. Miután eljött, hit, Jézus Krisztus és megmenekülés. Miért fontos ezt hangsúlyoznom? Azért, mert Isten igéje és különösképpen Pál római levele világossá teszi, hogy nem cselekedetből szerzünk érdemeket, hanem a hit által van érdemünk. Az egyetlen érdemünk a Jézus Krisztus feltámadásába vetett hit. Ha úgy gondoljuk, hogy valamiféle cselekedetek sokasságával, együttesével érjük el az üdvösséget, akkor nemet mondunk Isten igéjére, amely azt mondja, hogy nem cselekedetből, hogy senki ne kérkedjék a cselekedeteivel. Pedig mennyire nagy hajlamunk van erre. Felemlegetni a cselekedeteinket. Felemlegetni a jó tetteinket. Felemlegetni azokat a dolgokat, amelyekről szívesen emlékezünk. És azt mondja Isten igéje, ez nem érdem. Az érdem Jézus Krisztus halálában és feltámadásában adott a mi számunkra. Nagyon fontos és számomra állandóan figyelemben tartott ige, a János Evangélium 5.24. verse. Aki hallja az én beszédeimet, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Nem megy kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. És hogy másra is tettem, itt hangsúlyozom, azt mondja, nem megy kárhozatra, ez egy nagyon erős krisztusi kijelentés, és a másik, hogy már átment a halálból az életre. Ez azt jelenti, hogy az ő halála és feltámadását követően Krisztus a mi cselekedetünk. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy nem kell nekünk aztán már semmit tennünk, biztosítva vagyunk, akármit csinálunk, hanem abban válik ez világossá számunkra, amikor azt mondja Jézus a jobb keze felől állóknak, hogy jöjjetek én, atyám áldottai, örököljétek az országot, a királyságot, amely készítetek nektek. És akkor így indokolja meg Jézus, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innen adtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok. És mi a válasz? Ó, igen, tudjuk, Urunk. Erre igyekeztünk egész életünkben, ilyen jó emberek legyünk. Ez a válasz? Az a válasz, hogy Uram, nem emlékszünk arra, hogy milyen jók lettünk volna. Nem emlékszünk arra, hogy enni adtunk volna az éhezőnek, és inni a szomjazónak, és felruházni a mezítelen. Nem emlékszünk ezekre. Jézus a mi cselekedetünk. Ha tettünk valamit, az ő tette velünk, általunk, minket alkalmazva, minket felhasználva. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjen. Más helyen azt mondja Isten igéje, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne kell élnünk, járnunk és megvalósítani a mi életünket, létünket. Éppen ezért a mi számunkra
Ma nem az a legfontosabb kérdés a feltámadással kapcsolatban, hogy Jézus feltámadása milyen módon és milyen eseményekkel övezve történt meg. Rengeteg prédikációt hallottam erről, és bevallom, és ma már úgy mondhatnám azt, hogy nem szívesen gondolok rá. Rengeteg ilyen prédikációt mondtam el, talán a ti fületek hallására is. Hogy történt a felvált, milyen módon, milyen események voltak ott, és a többi. Fontosak ezek a dolgok, de nem képezik a lényeget. Lehet arról prédikálni, hogy hogyan mozdult el a kő, hogy hol voltak a halotti leplek, milyen módon voltak összetöngyölve, leírja a Biblia. Onnan tudjuk, elolvassuk, és nem fogunk elfelejteni soha. De azt gondolom, hogy fölösleges most arról prédikálni, hogy a futóbajnokságon miért volt jobb János, és miért volt kevésbé jobb Péter. Ugye együtt futottak a sírban, de János megelőzte. Biztos egészségesen táplálkozott, és naponta sportolt, és ezért le tudta hagyni Pétert. Lehet ilyen prédikálni. Lényeget képeznek ez? Fontosak ezek a dolgok? Teljesen jelentéktelenek az üdvösségünk szempontjából. Ezek csak arra valók, hogy tudjuk azt, hogy itt egy hiteles történet van, nem kitalálta valaki, életszerű az evangélium. De nem ez a lényeg. Az sem fontos, hogy vajon milyen sejtés és gondolat volt az emmausiak gondolatában, amikor hallották, hogy Jézus proféciákat idéz nekik sorozatban. Legfontosabb, és az egyetlen fontos kérdés az, hogy vele együtt feltámadta az életünk. Van-e új életünk? Elszakadtunk-e földi testi életünk hitetlenségétől, képzelgéseitől, gyanakvásától, félelmeitől, rossz indulatától, önzésétől, szeretetlenségétől? Elszakadtunk-e életünk felsorolhatatlan sok bűnétől? Üres-e önmagunk körül forgó, látszatokba konzervált életünk hullakamrája? Kérdezünk-e az ő fényére, az ő ragyogó jelenlétére? Új-e az értékrendünk? Megváltozott-e a törődésünk és a törődésünk és a törekvésünk területe? Fontosakká lettek-e azok a dolgok, amelyre eddig soha nem gondoltunk? Mert Isten igéje ezt mondja. Kolosszaiakhoz írott levél 3. rész, 4. versét olvasom, és ezzel fejezem be. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókkal törődjetek, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is, ővele együtt, megjelentek dicsőségben. Úgy legyen. Amen. Urunk, magasztalunk téged ezen a napon, és köszönjük neked, hogy a feltámadásod, annak a katartikus, dicsőséges változása, az nem egy olyan esemény, amely magába zárul, és nem akar tovább terjedni, munkálkodni, valósággá lenni másokban, a te követőidben. Köszönjük, hogy megadtad számunkra azt a lehetőséget, hogy veled együtt mi is kijöjjünk a halálnak a kamráiból, a sötétségnek a kamráiból, a lezártságnak, a bezártságnak, súlyos sziklatömbökkel eltorlaszolt reménytelenségéből. Köszönjük, Urunk, hogy te nyitottad meg az utat számunkra. Mennyei erő, a feltámadás hatalmas ereje gördíti el a köveket.
s ahogyan Lázár kijött a te hívásodra a sírboltból, úgy szól majd hozzánk is a te igéd. Jöjj ki a fényre. És ha már elindultunk volna, és hiszem, hogy ez megtörtént, a te szavad szól arról, hogy jöjj még ragyogó fényre. A megismerésnek, a követésnek, a benned elrejtettségnek még ragyogó fényességére. Hogy a feltámadásnak a hatalmas ereje és valósága átjárja a mindennapjainkat. Mit ér húsvétot ünnepelni, feltámadást ünnepelni, az csak az év egy napja, hanem minden új nap, amely veled kezdődik el, amely benned kezdődik el. Kérjük, Urunk, add meg számunkra azt a hozzád fordulást, add azt a készséget, amelyet teljes lényünkkel hozzád fordulunk, a te feltámadás erejé, a feltámadásod erejében élünk, hogy meglátszik rajtunk, ahogyan énekeltünk, Krisztus Úr a nagy király, dicsőség neki, mert vele együtt mi is élünk. Amen.